Think for yourself. Question authority. Think for yourself. Question authority. Ebben a feladatban ezt az integrált kell meghatároznunk elemi törtökre bontás segítségével. Ugye a nevezőt szorzat alakba kell felírni. Ez egy másodfokú kifejezés, tehát a megoldó képletet használva a gyöktényezős alap segítségével írjuk szorzat alakba, tehát a T-négyzet meg T-2 egyenlő 0 egyenletet megoldva megkeressük a gyököket. Megoldó képlet. Mínusz 1 plusz mínusz 4 gyök alatt 1 a négyzeten, mínusz 4-szer, 1-szer, mínusz 2 per 2, vagyis mínusz 1 plusz mínusz, itt a 4 gyök alatt 9 szerepel, tehát plusz mínusz 3 per 2, ahonnan az egyik gyök, ugye mínusz 1 meg 3, az 2 per 2, vagyis 1. A másik gyök mínusz 1, mínusz 3, azaz mínusz 4 per 2, azaz mínusz 2. Tehát a nevezőt szorzat alakba írva, írjuk a következő módon, ugye a fő együttható az 1, tehát 1-szer t mínusz az egyik gyök, szorozva t mínusz a másik gyök, t plusz 2. A nevezőben két szorzó tényezőnk van, tehát két darab elemi törtünk lesz, valami nagy A szám per az első szorzó tényező, meg valami nagy B szám per a második szorzó tényező. Ahogy csináltuk, tehát adjuk össze ezt a két törtet, a közös nevező, az t mínusz 1-szer t plusz 2, és akkor a számláló az A-szor t plusz 2, meg B-szer t mínusz 1. Ez a két tört egyforma, egyenlő, a nevezők megegyeznek, tehát a számlálónak is egyenlőnek kell lennie. Tehát ez az egyenlőség minden tére fönnáll. T helyére a gyököket behelyettesítve megkapjuk az AB együtthatókat. Tehát T helyére egyet írunk, majd mínusz 2. Tehát ha T helyére egyet helyettesítünk, akkor 1 egyenlő, itt 1 meg 2 az 3, tehát 3A-val a B az ugye kiesik, tehát az A az 1 harmad. T helyére mínusz 2-t helyettesítve, mínusz 2 egyenlő, itt az A esik ki, és mínusz 2, mínusz 1, tehát mínusz 3B lesz, ahonnan a B az 2/3. Megvannak az együtthatók, tehát az elemi törtek az 1/3 per t mínusz 1, meg 2/3 per t plusz 2 lesz. És akkor nézzük az eredeti feladatot. Itt fogom folytatni. Tehát ide már az elemi törteket írva 1/3 per t mínusz 1, meg 2/3 per t plusz 2. Kifejezést kell integrálni, ugye plusz jel mentén szétszedem, konstansokat kiemelhetem, tehát 1/3 szor 1 per t mínusz 1 integrálja az elem t mínusz 1 abszolút érték meg, 2/3 kiemeljük, 1 per t mínusz 2-ből elem, 1 per t plusz 2-ből elem, t plusz 2 lesz, plusz konstans.